2015-ben a területalapú támogatások feltételei gyökeresen megváltoznak, valamint a vidékfejlesztési program keretén belül is nyílnak olyan lehetőségek, amelyek eddig nem voltak. Az idei évtől a területalapú támogatásoknál az alaptámogatást hektáronként 140 euróra tervezték, ám ezt bizonyos feltételekhez köti a szaktárca. Tájékoztatta a televíziónkat az új jogszabályi változásokról Matkó József falugazdász. A közös agrárpolitika reformjaként számos új feltételrendszer lépett életbe. Ennek egyik eleme az önként vállalható, a másik része pedig a kötelezően vállalható. Kötelező elem a alaptámogatás, a zöldítés és az úgynevezett fiatal gazdák induló támogatása. Ez már az elmúlt években ismert, de ez egy kicsit más feltételrendszert fog jelenteni. És önként vállalható a termeléshez kötött támogatás, illetve a kisgazdaságoknak az egyszerűsített támogatása. Ha forrást oldalról nézzük, akkor durván egy olyan 12,3 milliárd forint az, ami az agrárium rendelkezésére áll, ebből 9 milliárd közvetlen kifizetésre fordítható, és ez jelentős változás az előző évhez képest, tehát növekmény. Az alaptámogatás, aminek a mértéke nyilván ez euróban még változhat, ez egy olyan 144,7 eurót fog kitenni hektáronként. A másik a zöldítés. Ez egy nagyon fontos feltételrendszer, ez körülbelül 81,3 eurót jelent. Ugye említettük ugye a két komponest, ugye az alaptámogatás ugye az egy 144,7 euró környékén várható hektáronként, és az öt komponens az egy 81,3, tehát amihez már egy feltételhez kötnek. Beszéltünk ugye a fiatal gazdák támogatásáról, ugye ez 90 hektárig 64 eurót, 64 és 70 euró között összeget jelent. Mostantól, aki 10-től 30 hektáron gazdálkodik, annak bizonyos környezetkímélő feltételekhez igazodva legalább két növény termesztését kell vetésforgóban terveznie. Aki pedig 30 hektár fölötti területeken gazdálkodik, annak három növényt, csak abban az esetben kapja meg a támogatást, hangsúlyozta a szakember. Ezen kívül, aki 15 hektár fölötti területeken gazdálkodik, és a területéből 5%-ot elkülönít, kimondottan fű vagy olyan növény termesztésére, amely nitrogént visz a földbe, illetve a levegőt dúsítja, akkor jár neki a zöldítésért a plusz támogatás is. Belemegyünk ugye a zöldítés feltételrendszerébe. Nagyon fontos ugye, hogy ez három feltételrendszert akar. Az egyik gyakorlatilag a termédiverzifikáció, a másik az ökológiai célterületnek a kijelölése, és a harmadik pedig az állandó gyepterületeknek a fenntartása. A termédiverzifikáció az gyakorlatilag 10 hektár alatt nem kötelező, 10 és 30 hektár között két növény vetése kötelező, a fő növény ebből gyakorlatilag maximum 75% lehet, és a fennmaradó helyen nyilván az illető a másik növényt tudja vetni. Bejön ugye főszabályként ez a bizonyos ökológiai célterület, ami 15 hektár felett kötelező, és ugye ennek a mértéke 5%. 15 és 30 hektár felett említettem, hogy ez két növénynek a vetését jelenti, 30 hektár fölött viszont már három növényt kell vetni. Itt is főszabály, hogy a főnövény gyakorlatilag maximum 75% lehet, a két növény együttesen 95%, és a fennmaradó 5% az lehet ökológiai célterület. Ökológiai célterületként szóba jöhetnek különböző növények, kultúrák. Itt ugye a jogszabálytervezet ugye ökológiai jellegű másodnövényről beszél. Ökológiai jellegű másodnövény az, ami legalább két növényfajból áll. A vetése július 1 és október 1 között történik, zöldtrágya növényként, vagy a következő évi főnövény takaró növényeként. Szóba jöhetnek a nitrogén megkötő növények, tehát nyilván itt a pillangósok, ami azán nagyjából ismert környékünkön, tehát itt nyilván legnagyobb arányban, főleg ugye a takarmány növények közül ugye a lucerna fog szerepelni.
illetve bizonyos tájképi elemek. Ökológiai célterületet csak szántó esetén kell teljesíteni. Erről a 2015-ös egységes kérelemben kell először nyilatkozni. A bizottság 2017. március 31-ig hatástanulmányt készít, amely alapján ezt az értéket 7%-ra emelheti. Ökológiai célterület lehet tehát bizonyos tájképi elem, illetve a parlagon hagyott területek is. Matkó József elsorolta, milyen elemek számíthatóak be, és milyen súlyozással. Melyek azok a EFA területek, ökológiai célterületek, amelyek ugye 15 hektár felett szóba jöhetnek. Ugye beszéltünk ugye a parlagon hagyott területről, ugye az, itt az átváltási tényezők azok lényegesek, tehát ugye parlagon hagyott terület, ami január 1 és szeptember 1 között ugye nem történik ki rajta művelés, kivétel ugye a kultúrállapotban tartás, tehát ugye gyógymentesen kell ugye továbbra is tartani. A helyes mezőgazdasági gyakorlat szerint és a környezeti állapot fenntartása miatt ugye ezeket a területeket, ugye az 1 méter, 1 négyzetméter, tehát az 1-en, hát a teraszok itt nem jellemzők. Erdősáv, ugye ott a súlyozási tényező az ugye 2-es, tehát 1 méter 10 négyzetméterre számolható, ugyancsak szóba jött egy elszigeten álló fa is, az 30 négyzetméterrel, a fasor ugye az 10 négyzetméterrel, hát itt ugye a rendelettervezet szerint eléggé le van határolva, hogy mit nevezünk ugye fasornak, ugye egy sorból álló legalább 40 méter hosszú, a két fa közötti távolság ugye 4 méter, a korona átmérő legalább 5 méter, vagy 5, ugye ez minősülne fasornak. Facsoport, táblaszegélyek, ugye ez a táblaszegély lehet 1 és 20 méter közötti terület, ami legalább 50%-a látszerű növényel borított. Hát a tavak az igazán nem jellemzők, az árkok, tehát itt konkrétan a vizes árkok, amelyek belvíz elvezetést vagy öntözést szolgálnak, maximum 6 méter szélességűek ezek, és az átváltási tényező 1 méter, mivel ugye nyilván ez egy lineáris létesítmény, ugye az adott szakaszra eső szomszédos területe 6 négyzetméterre lehet számolni. A korábbi évek egyik sikerpályázata volt a fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása. Ez folytatódik az idei évben is. Emellett pedig továbbra is jár a termeléshez kötött, valamint a kisgazdaságok egyszerűsített támogatása is. Fiatal gazdáknak nyújtott támogatás. Ez ugye hasonlóan ugye a fiatal gazdák induló támogatásához 40 életévig lehet ezt igényelni. Azok, akik a kérelem benyújtása, tehát a kérelem benyújtásakor hozták létre, vagy azt megelőző 5 évben hozták létre ezt a gazdaságokat. Ennek a mértéke 64 és 70 euró között lesz, maximum 90 hektárig igényelhető. Tehát ez volt ugye a kötelező elem, az önként vállalható elem, ugye a termeléshez kötött támogatások, illetve a termeléshez kötött támogatás és a kisgazdaságoknak az egyszerűsített támogatása. Ez gyakorlatilag ennek a mértéke 500 és 1250 euró közötti összeget jelent, és úgy fogják kiszámolni ezt a támogatást, tehát egy gazdálkodóra jutó támogatás, hogy megnézik az adott évben, tehát a belépésében, hogy az illető milyen, mennyi alaptámogatása, mennyi zöldítése, illetve terméshez kötött támogatása jogosult, amennyiben ez nem éri el az 500 eurót, akkor felkerekítik, de ennek ugye a maximuma 1250 euró lehet, tehát ez durván egy olyan 5,6 hektárral nál éri meg az illetőnek ebben a rendszerben maradni, mert felett már gyakorlatilag a zöldítéssel gyakorlatilag több pénzt tud igényelni. A feltételrendszer ez talán annyit, hogy ugye aktív gazdálkodók igényelhetnek támogatást, ez is egy új szabálytág, aktív gazdálkodó, nyilván az elmúlt évtől már ugye bejött ez a bizonyos földműves regisztráció, aktív gazdálkodó, aki ugye a bevételének legalább 5%-a, a bevételének legalább 5%-a közvetlen támogatás, elsődlegesen gazdálkodói tevékenységet folytat, és az összbevételéből legalább egy harmad az mezőgazdasági bevétel.
tehát ezek a legfontosabbak. Egy hektártól lehet a támogatást igényelni. Ez annyiban változott az elmúlt évhez képest, hogy a zöldség és a gyümölcsös esetében gyümölcsnél ugye ott 0,3 hektár volt a belépés, most már egy hektár gyakorlatilag a minimum igényelhető terület. A táblaméret az nem változott, továbbra is 0,25 hektár a minimális táblaméret. Az új vidékfejlesztési programban tehát nagy hangsúlyt kapnak a környezetkímélő, az integrált, valamint az ökológiai feltételek is. Éppen ezért európai uniós kötelezettségünknek eleget téve Magyarországon a 2013-as évben a nitrátérzékeny területek listáját felülvizsgálták, és újakat is kijelöltek. Püspökladányt nitrátérzékeny területnek minősítették, így nem csak művelési, hanem adatszolgáltatási kötelezettségei is lettek a gazdálkodóknak. 2013. szeptember 1-től Püspökladány is ki lett jelölve nitrátérzékeny területté. Ez gazdálkodói követelményekkel jár. Ugye a jogszabályban foglalt gazdálkodói követelményrendszernek egyik eleme, ugye a nitrátérzékeny területeken történő gazdálkodásnak a feltételének a betartása. És ugye itt azt jelenti, hogy a legfontosabb ebből, hogy maximalizálták a nitrogénben kinyújtható hatóanyagnak a mennyiségét, és ugye ez a szerves tárgyára vonatkozik, ez 170 kg lehet maximum. Tápanyaggazdálkodási tervet kell készíteni, 5 évente pedig talajvizsgálatot kell, egy szűkített talajvizsgálatot kell, amit az elmúlt év szeptemberében a gazdálkodók már megtették. Nyilván várjuk most ezeket a eredményeket, és ugye nyilván a jegyzőkönyv alapján lehet elkészíteni a tápanyaggazdálkodási tervet. Ugye ezek a legfontosabbak. Nyilván ugye, ha a konkrét ugye művelési szabályokat nézzük, akkor ugye nagyon fontos az, hogy ugye október 31 és február 15 között ugye nem lehet trágyát kijuttatni, kivétel február 1-től az őszi halászosoknak a fejtrágyázása, szintén nem lehet ugye fagyott hóval, vízzel átitatott talajra ugye műtrágyát kijuttatni, ezek a legfontosabbak. A trágyakezelés szabály is változtak, tehát a trágyakazal maximum 2 hónapig lehet ugye a föld részén, és minden évben máshova kell ezt elhelyezni, tehát nem lehet egy helyen. Tehát ez ugye, ezek a legfontosabbak, és ugye itt van egy adatszolgáltatási kötelezettség is, ami ugye ebben az évben már szeptember 1 és december 31 között elektronikus úton kell, hogy történjen, ami az előbb említett módon ugye számot kell adni, hogy milyen műtrágya, illetve szerves trágya került kijuttatásra. Ugye ezt elektronikus módon kell sajnos már minden gazdálkodónak teljesíteni. Megtudtuk továbbá azt is, hogy az alábbi ágazatok részesülnek 2015-től termeléshez kötött támogatásban. Húshasznú anyatehén, a hízott bika, tejhasznú tehén, juh, rizs, cukorrépa, zöldségnövények, ipari zöldségek, gyümölcsültetvények és bogyósok, fehérje növények, szemes növények, valamint szálas takarmány. Ezen belül ugye az állatalapú és a növényalapú. Az állatalapú támogatások részben nem változnak, könnyebb lesz a hozzájutás. Tehát itt ugye az anyatején támogatás, a hízott bika támogatásról beszélhetünk, és a juh támogatásról. Tehát az anyatején esetében nagy változás nem várható. Az elmúlt évben ugye 3 egyettől lehetett igényelni, most már 1 egyettől is. A 8 hónapos kort betöltött üszőre is jár támogatás, 6 hónapos tartás kötelezettséget kell vállalni szakszerű használat mellett. Az üszőtehén arány sem változott, tehát ugye a kérelmezett állatok 40%-a lehet maximum üsző, a 60%-a a tehén, és ugye a megellett borjút ugye 30 napig tenyészetbe kell tartani, tehát nem lehet eladni. Nyilván az NR napra kész vezetése az tovább is feltétel marad. A hízott bika támogatás az 9 hónapos kort betöltött egyedre vonatkozik, 2 hónapos birtokon tartás mellett, itt is egy egyedtől fog járni majd a támogatás. Hasonló feltételek mellett folytatódik a juh támogatás is, itt nem változott, az egyed szám az minimum 10 egyedtől igényelhető, 100 napos birtokon tartás mellett, szakszerű használat mellett kell, szintén ez is, hogy történjen.
Nyilván ezeknek a mértéke ugye euróban van még meghatározva, majd egy kis táblázat alapján kalkulált értékeket tudunk majd mutatni is. És egy új elem ugye a tejelő állománynak a támogatása. Itt ugye a 24 hónapos kort vagy egyszer megellett tehenek jöhetnek szóba, amely a nébi ellenőrzése alatt állnak, vagy pedig fajta tiszta tenyészetből származnak. Ez is egy jelentős támogatás összeget fog jelenteni. Növény támogatások esetében ugye folytatódik ugye a cukortámogatás, ipari és ipari zöldség támogatás, a zöldségnövények támogatása, és szálas és szemes fehérje növények támogatása. Az anyatehén az 216 euró, hízott bika olyan 94 euró, és ugye jelentős összeget jelent, ugye az új elemként bevezett ugye tejelő állománynak a támogatása az 353 eurót jelent. Hát környékünkön a gyümölcsöltetvények, bogyósok azok nem igazán jellemzőek. Talán a zöldségnövények ugye azok szóba jöhetnek, tehát itt ugye a zöldborsó, ugye, tehát konzervipari célra termesztett zöldborsó az mindenféleképpen ugye támogatást jelent, vagy az ipari zöldségek, és junál is egy jelentősebb támogatás összegérhető el, közel 25 euróval. Hát sajnos, tehát a rizs az itt már nem jellemző, illetve még ugye a cukorépa támogatása, ugye, ami sajnos, hogy ő visszaesett az elmúlt időszakot, tehát a gyár bezárása óta ugye jelentősen csökkent a cukorépa termő területünk. Végezetül pedig íme a legfontosabb határidők, melyeket a püspökladányi gazdáknak érdemes betartani. Nem változott már hosszú évek során, ugye május 15 a területalapú támogatás kérelem benyújtásának a szankciómentes határideje, ezt követően még 25 napig benyújtható a támogatás. Nyilván ebben az esetben már az új területek esetében ez már napi mínusz 1% szankcióval jár. Várható március közepe végétől elindul ez az új rendszer, tehát valószínű, hogy több idő áll rendelkezésre, hiszen ugye egy komolyabb feltételrendszert kell teljesíteni, egy teljesen más térképi adatbázis alapján, úgyhogy valószínű hamarabb tudunk indulni, mint az elmúlt időszakban. Említettem ugye a másik határidőt, ugye a nitrát direktívával kapcsolatosan ugye az adatszolgáltatási kötelezettség az minden év szeptember 1 és december 31 közötti időszakban teljesítendő.